Miért hazudnak a hírek? Azért hazudnak a hírek, mert az embernek van ideje híreket nézni. Ha nem lenne időnk híreket nézni, avagy nem lenne, aki fogyassza a híreket, nem is léteznének hírek. Abban a formában, ahogy a mai modern világban léteznek. Mivel, hogy minden a mi megrendelésünkre, a mi szükségeink szerint történik, és minden a szembesülést és az ébredést szolgálja. A hírek is a mi megrendelésünkre történnek. Azért hazudnak a hírek, mert az embernek van ideje híreket nézni. Ha nem léteznének hírek, avagy lenti hírek, minden bizonnyal nem is hazudnának. Ekképp az ember kénytelen lenne személyesen szerezni a híreket egyenesen a Jóistentől. A hírek muszáj, hogy hazudjanak, mert hogyha a hírek nem hazudnak, hogyha a lenti hírek nem hazudnak, kedves hallgatók, akkor nincs semmi okom a fenti híreket, a lélek híreit megismerjem. Még egyszer hangsúlyozom. Az, hogy a lenti hírek hazudnak, egy hatalmas lehetőség számomra, hogy megismerjem a fenti híreket. Minden, ami van, még a média is ebben a világban, az én megváltásomat segíti elő. Mert egyrészt hazudik a híradó, a lenti híradó, a lenti hírek, a testi hírek, a testről szóló hírek hazudnak. Másrészt pedig meg is mutattatik az ember számára, hogy a lenti hírek hazudnak. És aki látja, hogy a lenti hírek hazudnak, az már egy lépésre van attól, hogy a fenti híreket kívánja megismerni. Az mondatik az írásban, aki testben szenved, megszűnik a bűntől, elszakad a bűntől. Avagy a testi fájdalomban és nehézségben az embernek nincs kedve a lenti hírekkel foglalkozni, például pletykákat hallgatni. Érthető ez a bibliai kijelentés? Hogy aki testben szenved, akinek nehézségei vannak a testben, elszakad a bűntől, eltávolodik a hazugságtól, a tévelgéstől. Aki szenved a testben, nem kívánja már a test örömeit. Jó, figyeljetek! Aki a testben szenved, nem kívánja a test örömeit, a testi híreket, avagy a testi fájdalomban és nehézségben, töredelemben az embernek nincs kedve a lenti hírekkel foglalkozni. Például emberekről szóló pletykákat hallgatni, véleményeket hallgatni. Ekképp elmondható, hogy a hírek hallgatása még a betegségnél, a testi töredelemnél is rosszabb. Azt gondolja az ember, hogy a legrosszabb, ami vele történik, az ugye a rák például, vagy egy baleset, vagy egy műtét, vagy egy akármilyen testi betegség. Nem. Kedves hallgatók, a legrosszabb, ami velünk történhet az, hogy van időnk híreket hallgatni, lenti híreket hallgatni a Facebookról, a YouTube-ról, a televízióról,
és mindenhonnan. A testi betegségnél, a testi fájdalomnál, a testi szenvedésnél sokkal rosszabb a hírek hallgatása, mert a betegség, a fizikai betegség a test egészségére tör, ugye? A test életére tör, de a híradó, a lenti hírek, az alternatív hírek, az összeesküvés elméletek a lélek életére törnek. Ez ami rosszabb, mert a test mindenképp elmúlik, a test mindenképp meghal. De aki híreket fogyaszt, az azt is elveszíti, ami örökké való, avagy az ő lelkét. A betegség, hangsúlyozom, akár egy járvány, akár egy vírus, ugye, hogyha már hiszünk a vírusban, a test életére tör, de a testet amúgy is elveszítjük, előbb vagy utóbb. Viszont a betegséggel szemben a hírek hallgatása a lélek egészségére tör, a lélek életére tör. Ez a különbség a betegség és a hírek között. Főképp, ha az ember nem vágyik az igazság ismeretére, nagyobb biztonságban van a lelke egy beteg testben, amelynek nincs kedve a hírekkel foglalkozni, mint egy egészséges testben, amely jó dolgában a hazug hírekre teszi le nap mint nap a megrendelést. Újból olvasom. Főképp, ha az ember nem vágyik az igazság ismeretére, nagyobb biztonságban van az ő lelke egy beteg testben, amelynek már nincs kedve hírekkel foglalkozni, mint egy egészséges testben, amely jó dolgában a hazug hírekre teszi le nap mint nap a megrendelést, amely jó dolgában a hazug híreket kebelezi be, és pusztítja el a lelket. Következésképp, a test nyomorgattatása a test kényelmével ellentétben a lélek egészségét szolgálja. A test nyomorúsága, a test betegsége, a test fájdalma, mint hogy az írás is mondja, a test kényelmével ellentétben a lélek egészségét szolgálja. A test kényelme legtöbbször, mint tapasztaljuk és látjuk, a lélek rothadását szolgálja. Ezért van az, hogy akik anyagiakban bővölködnek, lélekben sokkal szegényebbek, romlottabbak, bár hatalmas kényelemben vannak, a lelkük sivár. Szükséges tehát, hogy legyenek testi nyomorgattatások. De jaj annak az embernek, aki csak arra alkalmas, hogy másokat nyomorgasson, mert az ilyen ember szintén elveszíti az ő lelkét. Az az ember, aki csak arra alkalmas, hogy másokat fizikailag nyomorgasson, akár mint munkaadó, akár mint börtönőr, akár mint rendfenntartó, akár mint politikus, akár mint orvos. Ha valaki csak arra alkalmas, hogy testi nyomorúságot okozzon embertársának, az ember bár fontos dolgot cselekszik azért, aki a test nyomorúsága által megmenekül, ő a maga lelkét kockára teszi. Miért? Azért, mert azzal foglalja le az idejét, az élete idejét, hogy kárt okozzon, az élet ellen menjen, embereket nyomorgasson. Ekképp nyer értelmet Jézus kijelentése, miszerint fontos imádkoznunk ellenségeinkért, akik testünk nyomorgattatásával megakadályozzák, hogy a hazug hírek
áldozataivá váljunk? Miért mondta Jézus, hogy szeressünk ellenségeinket? Imádkozzunk azokért, akik minket üldöznek, mert akik minket üldöznek, megakadályozzák azt, hogy mi a testben reménykedjünk, azáltal lelkivé válunk, a lélek örökkévaló, a test mulandó, halandó. Szeressétek tehát ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik vétkeznek testetek ellen, testi létetek ellen, tudván, hogyha a tested megölik is, a lelket meg nem ölhetik. Kedves agatok, könyörgöm, fohászkodjatok, és meg fogjátok érteni ennek a lényegét. Ezt ima nélkül nem lehet megérteni. Ezt a lélek nélkül, lélek jelenlét nélkül, Isten jelenléte nélkül ezt nem lehet megérteni. Hogy miért mondta Jézus, hogy szeressük ellenségeinket, és imádkozzunk azokért, akik vétkeznek a mi földi létünk ellen, a testi létünk ellen. Mert hogy ők bár a testünket megölhetik, a lelkünket meg nem ölhetik. A lelket, vesagató, a lelket, a hazug hírek ölhetik meg, amelyeket a test jó dolgában a lélek befogad. Tisztátalanná válik, majd kárba veszik azáltal. Kedves ragatók, rossz hírekről van szó, hazug hírekről van szó. Megérthettük talán, hogy minden, ami híre, ami híradó, ami lenti híradó, a földiekről szól, a testről szól, a test kényelméről, a test bővölködésről szól, az mind hazug hír, mind hiába való hír, ami a léleknek okoz kárt. De viszont az a test, amely szenved, már nem kíváncsi a testi hírekre. A test, amely szenved, már elszakad attól a vágytól, úgymond, hogy a testi örömököt csodálja, azokat fürkészze, mert szembesülnie kell annak hiába valóságával, és ezáltal a lélek megmenekülhet. Nem biztos, hogy megmenekül, de megmenekülhet. Kedves hallgatók, ez egy viszonylag talán komplikáltnak hangzó gondolat, de valójában nem az. Valójában nem az, kedves hallgatók. Ezt meg lehet érteni. Ezt, amiről itt szó volt, bárki megértheti. Emlékeztek, többször elmondtam, hogy én, amikor beteg voltam, úgy kezdtem a betegeskedést, hogy megköszöntem a Jóistennek. Istenem, tudom, hogy nekem erre szükségem van. Különben nem történne. Ha valamit nem értek, mindig abból indulok ki, hogy Isten tökéletes. Ha Isten megengedte, hogy beteg legyek, akkor tudta, hogy miért engedi azt meg. Akkor szükségem van arra. Szükségem van a betegség kínálta kényszerbőtre, hogy a lelkem megélénküljön, hogy a lelkem hallja az igazságot, hogy a lelkem felfrissüljön, hogy a lelkem megelevenedjen, kedves agatok. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!